Nem éri veszteség a nyugdíj helyett a további munkát választó orvosokat, ígéri az egészségügyi államtitkár. 3036 orvosnak és szakdolgozónak kell választania, hogy nyugdíjba megy, vagy tovább dolgozik. Ha azonban a további gyógyítást választja, akkor júliustól már csak fizetést kaphat, nyugdíjat nem. Szócska Miklós azt állította, pótolják azt a pénzt, amit a nyugdíj elvesztése jelentene. Szakemberek a megszűnő ellátás miatti összevonásra vagy megszüntetésre kerülő osztályoktól és intézményektől tartanak. László Imre a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Köszönjük, van. Én ma is elolvastam mindent, hogy ki mit mondott ma, tegnap előtt azt megelőzően a nyugdíjba menetellel kapcsolatban, meg hogy mi van akkor, hogyha egy rendelő önkormányzati, mi van akkor, hogyha a kórházak elé tartozik, kinek meddig kell nyilatkoznia. Ha ebben az országban valaki érti, és az, hogy én nem értem, hogy mi nem ez egy dolog, de az ön kollégái, ha értik, hogy most mi van, hát akkor nagyon gratulálok nekik, segítsen nekünk a megértésben. Kinek kell, mikor nyugdíjba menni, és milyen feltételek között? Őszintén mondom, hogy így akartam kezdeni. Ahogy most elkezdte, a helyet beszéltem. Hogy mondjam, az én belépésemet elvette, hogy őszintén megmondom, zavarba vagyok, és még az sem vigasztal, hogy a kollégáim is. Az érdekképviseleti szervek különböző szintű és rangú vezetői is zavarba vannak. Amit tudunk, az annyi, hogy a miniszterek alá tartozó intézmények esetében, tehát itt az állami kezelésbe vett kórházaknál történik ez meg. Ott, ahol önkormányzatok és egyéb más nem minisztérium alá tartozó szervezeteknél dolgoznak, ott ez a probléma legalábbis jelen pillanatban nem áll fel. Na, akkor most itt vesz egy fordulatot a történet. Igen, tehát két nap körülbelül azt nyilatkozta az egész kedden. A kormány honlapján jelent meg Szócska Miklósnak egy nyilatkozata vagy közleménye, hogy az önkormányzatok által fenntartott egészségügyi intézményekben dolgozókat nem érinti a kötelező nyugdíjazás rendszere. Ezt akkor idáig értjük. A kórházak közvetlen fennhatósága alá kerülnek májustól a rendelőintézetek. Tehát, hogyha az önkormányzati fenntartású rendelőket, intézményeket nem érinti, abba megnyugodhattunk, de a mai hír szerint meg nem lesz ilyen, hanem minden a kórházak fenntartása, tehát állami fenntartása, oda meg már, arra meg már érvényes. Tehát csak abban az esetben, hogyha egy önkormányzat megtartja magának a rendelőintézetét, ha fent tudja tartani. Ezért mondtam, hogy zavarba vagyok. Tudnillik a nyilatkozatok, hogyha kristálytisztán azokat vesszük alapul, akkor még lehetetlenebbé teszik, hogy ezt a helyzetet normálisan értékelni tudjuk. Ugye mit mondott az államtitkár, aki felelős az egészségügyi ellátásért? Hogy az orvosok és a szakdolgozók száma kevesebb, mint amennyire ténylegesen ennek az országnak szüksége van. Akkor most tegyük mellé azt, hogy 6500 dolgozót, rendben van, ebben vannak olyanok, akik nem orvosok, nem szakdolgozók. Tehát nem nővérek, asszisztensek. De ez is a jelenlegi én ismereteim alapján több mint 3000 fő, 3 és 4000 fő között van. Akkor ezeknek most miért is kell kérni azt, hogy maradhassanak? Én azzal a kollégámmal értek egyet, aki leírta, hogy tessenek már megfordulni azon a pacin, és engem fölkérni, hogy maradjak, hogy az állam a törvényben rögzített ellátási kötelezettségének eleget tudjon tenni. Tudjam, mit nem értek, de nagyon-nagyon ebben az egész filozófiában, és legközelebb majd megkérdezem Szócska államtitkár urat. Egyrészről azt mondjuk, hogy orvoshiány van, szakemberhiány van. Másrészről azt mondjuk, hogy röghöz kötjük a mi drága tanulóinkat, mert nem képzünk mi Norvégiának orvosokat, ahol egyébként képeznek maguknak, de hogy ne menjenek külföldre az orvosok, nem azért tanítatjuk őket közpénzből, hogy utána itt hagyjanak minket. Szükségünk van az orvosokra, mert kevesen vannak a fiatal pályakezdő orvosok. Ha kevesen vannak a fiatal pályakezdők, akkor miért küldjük el még azokat is, akik legalább vannak, és van 10-20-30 évnyi tapasztalatuk? Mert ez az egész logika akkor lenne a logika halmazába beletartozó, ha arról lenne szó, hogy itt vannak a 60 év fölötti orvosok, és foglalják a helyet a fiatal generáció elől, és ők meg nem jutnak előbbre. De se fiatal nincs, most meg már tapasztalt korosztály se lesz. Ezért nem áll össze ez a kép, és még egy érzelmi dolgot hadd tegyünk mellé, hogy
az aktív életük befejezése előtt álló szakemberek kapják ezt a, hát dicséretnek semmiképpen, vagy elismerésnek semmiképpen nem nevezhető, kötelező jellegű meg kell írnom feladatot, hogy egyáltalán maradhassak. És ha ezt kibontjuk és sorba vesszük azokat a dolgokat, amik mögötte vannak, hogy végső soron hogyan történik majd a kiegészítése ennek a pénznek, hiszen a nyugdíjukat július 1-ével azok, akik maradnak, elveszítik. Ugye ígéretet kaptak arra, hogy most a államtitkárság dolgozik, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Ez most, hogyha 6500 embert nézünk, és csak 100 000 forintos nyugdíjat. Ez 65 milliárd forint. Honnan, milyen forrásból fogják előteremteni? A miniszterelnök az idősügyi tanácson megígérte, hogy senki nem járhat majd méltányosságból, kérhetik, meg egyéni méltányosság, maradhatnak, és nem is járnak rosszabbul majd az orvosok. Ez ugye azt jelenti, hogy az eddigi keresetüket meg kell kapni. Tehát a nyugdíjat, és hogyha mellette volt keresetük, az kiadott egy összeget, a kettő, most akkor egy összegnek ki kell, tehát egyenlőségjelet kell, hogy közé tegyünk, mert hiszünk a miniszterelnöknek. És akkor még gyakorlatilag egy bérfeszültség is keletkezhet, hiszen ezek az orvosok, akik nyugdíjba vannak és úgy dolgoznak, a fizetésük mellé kapnak ösztöndíj, nem tudom, hogy minek nevezzem. Tehát egy kiegészítést, ami a nyugdíjukkal azonos nagyságrendű. És ugye ismerjük azt, hogy a kórházakban dolgozóknak a fizetése, hát nem éppenséggel a csúcson van, és csak közbevetőleg egyetlen egy adatot hadd mondja. Ha jól emlékszem rá, 2008-ban találkoztunk mi itt utoljára. A finanszírozással kapcsolatban, ahol az volt a gond, hogy a súlyszám 150 ezer forint, és ez borzasztóan kevés. Igen. És nem mondom azt, hogy kérdezze meg tőlem, hogy most mennyi, 150 ezer forint 5 év után. Tehát nem tudom, hogy a kórházakban, ahol alapvetően feszültségek vannak, hogy ezt a kórháznak a dolgozó társadalma, az ott dolgozók, azt hogyan fogják érzékelni, hogy akkor most megint van egy különbségtétel, megint van ugyanúgy, mint ahogy a rezidensek esetében. Nem tudom, helyre kellene ezt az egészet rakni tisztességgel. Tudom, hogy ezt a kérdést nem önnek kéne feltennem, de segítsen a megértésbe, hogy hát, ha tud rá választ adni. Mi ennek az egésznek a filozófiája? Az önök szakmája tipikusan az a szakma, amint tankönyvekből az alapokat meg lehet, meg kell tanulni, de utána a tapasztalat, az évről évre halmozott tapasztalat az, ami igazán jó szakembert csinál és formál valakiből. És az nagyon profán módon, hogyha engem mondjuk anyukaként megkérdeznek, hogy kedves vagyok a válaszom, itt van a kedves fiatal kolléga, ön lenne az első szülése, vagy itt van ez a 62 éves, akit most akarunk kirúgni, de pont a 425 ezredik babát segíti világra, kit választ? És ezen nyilván nem a fiatal kollégát nézem, nem ezt a filozófiát nem értem. Tehát az, akinek tapasztalat van a fejébe, a birtokába, azt miért küldjük el 62 évesen? Nincs erre logikus és észszerű magyarázat. Tehát el kell, hogy keserítsem. Hogy milyen a bírói oldalról, gondolom én, hogy valahogy el kell fogadtatni a társadalommal, hogy történt egy ilyen jellegű dolog, és akkor ez mindenkire érvényes. De miért? Ez a társadalomnak se jó. Most kezdik az egyeztetéseket arról, ugyanúgy, mint a diákok esetében, amikor már kint vannak jogszabályok, amik köteleznek határidővel feladatok végrehajtására. Gondolja, a társadalom azt akarja, hogy a tapasztalt orvosokat küldjék el, miközben meg azt is hallja, hogy a fiatal orvos meg már rég lefalcolt és kezdi az életét külföldön. Akkor miért akarná a társadalom? Tehát még politikai szempont, tudom, hívják politológust, és ne a szakembert, már az egészségügyi szakembert. Nem értem a filozófiát, ha csak egy ilyen picikét találnék, már nyugodtabban aludnék, de nem találok. Azért nézik gyakran a műsorát önnek, mert a politikusoknak az észjárását nem mindig lehet érteni, és ez egy nagyon jó ilyen szempontból beszélgetést is generálhat. Nem tudom nagyon sokszor, hogy mi az, ami elindítja őket egy bizonyos cselekvésen. Nem tudom. Ezt nem tudom megmagyarázni, mert ezt abszolút észszerűtlennek, logikátlannak tartom, nem helyén valónak. Egy eleve frusztrált egészségügyi ellátó társadalmat tovább bolygatnak, és meggyőződésem egyébként, hogy hozzásegítik ahhoz a fiatalokat, hogy legyen egyel több hivatkozási alap, hogy én most miért megyek el.
Rácz Jánost hallottam a Klubrádióban nyilatkozott, és azt mondta, hogy hát most azon dolgoznak, hogy akkor legyen egy ilyen senior ösztöndíj. Tehát aki 62, eleve elmúlt már mondjuk 30 éves, mire elkezdett praktizálni, tehát addig tanult. És akkor még eltölt 3 évtizedet a pályán, akkor itt van ez a helyzet, hogy kérvényezhető, hogy ő tovább dolgozhat fel, és akkor valamilyen ösztöndíj, senior ösztöndíjba kell majd részt vennie, tehát mi, hogy pályázat, vagy mi ez? Nézd, nekem volt, meg van egy álmom, hogy talán elérkezünk egyszer oda, hogy egy ember értékét az a munka, amit teljesít, határozza meg. Tehát nem az, hogy én mit aggatok rá, vagy milyen életkorral hozom összefüggésbe, hanem azt, hogy mit produkál. Én most neveket nem akarok mondani, én több olyan szakemberrel dolgoztam, amikor még aktív kórházigazgató voltam, akiknek nevük van, volt, és 70 év körül vannak, és nem hiányoznak, minden nap ott vannak, és fantasztikusan, nemzetközileg elismerten teljesítenek. Miért kell nekem ezeket az embereket elküldenem? Miért kell nekem egy megalázó helyzetbe hozni, hogy na üljél, légy szíves, és akkor írd meg ezt a kérvényt, hát hogyha akkor ennek megfelelően maradhatsz, és csinálhatod azt, amit fantasztikus módon tudsz. Nem tudom. Én sem, de megpróbálom egyszer valakitől megtudni. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Köszönöm én is.